Megtartotta a veszélyhelyzet utáni első ülését a Dombovári Önkormányzat képviselőtestülete. 19 napi rendi pontot tárgyaltak, többek között azt is, hogy a közművelődési intézményeket, művelődési ház, könyvtár, helytörténeti múzeum összevonják és egy közös gazdasági szerv alá helyezik. A közművelési intézmények tekintetében ott már foglalkoztat bennünket a gondolat, hogy vajon ez a működési forma, amelyben ők működnek, ez megfelel. -e? mai kor követelményének, valóban ez a leggazdaságosabb és a leghatékonyabb. A Dombóvári Művelődési Ház non-profit Kft-ként a könyvtár közintézményként működik, és utóbbi a felelős a helytörténeti múzeumért is. A testület elrendelte, hogy egy intézmény keretén belül történjenek a feladatok ellátásai. Szerencsés lenne talán egy közintézményt működtetni, együtt a Művelődési Házat, a könyvtárat és a helytörténeti múzeumot. Ezek nekünk pusztán csak érzéseink, ezért már úgy döntöttünk, hogy felkérünk egy szakértőt, aki elkészíti ennek a koncepcióját, hogy vajon a bennünk élő gondolatok megfelelnek a valóságnak, hogy adott esetben van erre akár jobb megoldás is. A szakértő megállapítja, hogy melyik gazdasági formában lenne a legjobb, legkedvezőbb tovább üzemeltetni az intézményeket. A külső szakértő kiválasztása és megbízása a polgármester feladata lesz.